tereink kezeléséről már több videó szólt, itt is most egy új lehetőség. Például használhatunk különféle illatanyagokat és olyan eszközöket, olyan növényi összetevőket, mint például jelen esetben, ami illatossá teszi azt a teret, ahol éppen tartózkodunk. Tehát tudjuk befolyásolni a tér illatát, és ezen keresztül az akár a mi saját egészségünket is, hiszen a különféle fenyőfélék és azok illatanyagai nagyon jó hatással vannak az egészségünkre. Akit ez különösebben, részletesebben érdekel, az járjon is utána, hogy melyik fenyőféle mit okoz, mit okozhat, mit segíthet az egészségünkön. De egész egyszerűen illatként is elhelyezhetjük őket, akár egy kis tálba, mint jelen esetben ezeket a tobozokat, és a helyiségek különböző sarkaiba, vagy különféle helyiségekbe elhelyezve őket, tudjuk befolyásolni annak a térnek a minőségét, annak a térnek az illatát, és azon amellett, hogy az a növény, vagy az a toboz most jelen esetben mit csinál, milyen illatot áraszt, és mit tesz az egészségünkkel, amellett egész egyszerűen egy kellemes illatot, egy tisztább, frissebb levegőt, egy kezeltebb levegőt kaphatunk. Tehát érdemes ilyen trükköket, ilyen lakáskezeléseket, térkezeléseket is kipróbálni a saját életünkbe, és nézzük meg, hogy pozitívan hat-e az életünkre, vagy mit tesz velünk. Érdemes utána olvasni, hogy melyik fenyőféle, melyik toboza, mit csinál, mire való. Ez most itt egy szirbolya fenyő toboza egész konkrétan, és ezek kerülnek elhelyezésre a lakás különböző pontjaira.